amikor 20 évvel ezelőtt alakítottuk ezt a csapatot, akkor én már dolgoztam az Ian Anderson, a Bobby Kimball, a Jack Bruce és a David Clayton Thomas, ez volt az első négy tag. És akkor eljött az a mágikus pillanat, amikor egyszer öten itt a stúdióban találkoztunk. És négy különböző munkatársam elhozta őket négy különböző hotelból, ami csak úgy véletlenül úgy történt, hogy különböző hotelekben voltak. Pont 20 éve volt. És nálunk is ebben a stúdióban ezt a 16 éve ezelőtt építettük, akkor még az a régi stúdió volt. És állunk ott a stúdióban, és realizáltam abban a pillanatban, hogy arról szól a történet, hogy ők soha nem találkoztak még egymással. És akkor elkezdték így egymásnak mondani, hogy hát igen, egyszer a Fillmore Eastbe ugyanazon a folyosón volt az öltözőnk, csak hát akkor nem mentem, hogy az Abbey Road stúdióban egyszer te voltál a B stúdióban, én meg a C stúdióban voltam, meg a Deep Purple az A stúdióban volt. És akkor realizáltam azt, hogy én, mint pesti srác, most abban a szituáció vagyok éppen, hogy az Ian Anderson a Chatotálnak a fejét, a Jack Bruce-t, a Creamnek a legfontosabb zenészét, hogy a David Clayton Thomas-t, a Blood Sweat and Tears énekesét, és a Bobby Kimball-t, a Toto énekesét, éppen két angol királyt és két amerikai királyt, éppen most, mint pesti srác, megismertetek egymással, és elkezdünk egy nótát csinálni. Egy. És akkor nem is az volt a gondolatom, hogy most egy közösséget alkotok, hanem az volt a gondolat, hogy van egy zenei cél. And this time of my life, with new dreams in the air, I can do what I can do and say thank you. And this time of my life, there's more for everyone, I do what I can do and say thank you. Az egész úgy indult, mint egy mese. 1975-ben három magyar útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a világban. Útlevelet nem kaptak, ezért egy 8 kilométer hosszú alagúton menekültek Jugoszláviából Ausztriába. De nézzük gyorsan, mi is történt 1975-ben. Idehaza országgyűlési választások voltak, és csodák csodája, csak nem mindenki a hivatalos jelöltre voksolt. Az MSZNP 11. kongresszusán meghirdették a fejlett szocialista társadalom építésének programját, és eközben bebetiltottak egy-két kiállítást. Beirut közelében lelövik a malév utasszállító gépét, 60 ember hal meg. Véget ér a vietnámi háború, és létrejön a vietnámi szocialista köztársaság. Az űrhajózás történetében először működnek együtt a világűrben a szovjetek és az amerikaiak. Amerikában bemutatják az első személyi számítógépet, Bill Gates azon nyomban létre is hozza a maga vállalatát. Ebben az évben halt meg az utolsó etióp császár Haile Selassie és a spanyol diktátor Francisco Franco. De távozott Josephine Baker és Németh László magyar író is. Megszületik David Beckham, Angelina Jolie, és a Queen zenekar bemutatja egész életművét bearanyozó remek művét, a Bohemian Rhapsody-t. És el ne feledjük, ebben az évben kezdődött a tévétorna. A Lánchídon pedig három fiú eldönti, hogy nyugatra szöknek. Egyikükből hollywoodi rajzfilmes sztár lesz, ő rajzolja meg a Simpson családot, másikukból, filmünk főszereplőjéből pedig az Eurodiszkó egyik sztárja, a Genghis Khan együttes táncos énekese. Két évig tart ez a kaland, ma már ő is azt mondja, fájtlak rá. Mándoki producerként, zenei rendezőként és muzsikusként működött a továbbiakban, és a legsikeresebb magyar származású rockzenész lett. 72 platina lemezen található meg a neve. Nem arany, platina. És 72. Amikor én 75-ben a Lacával, meg a Csupo Gábor, megjöttem Németországba, szót nem beszéltünk németül, minket itt nem várt senki.
Itt nem arról szólt a történet, hogy hé, gyerekek, gyertek, és tényleg olyan tehetségesek vagytok? Tényleg olyan sokat tudtok? Nem erről szólt a történet, hanem mit akar ez a három huligán, aki hosszú hajú, bajuszos, szakállas gyerekek, akik egy szót nem tudnak németül. Hát engem még a magyar menedékházban Münchenből a saját keresztapám volt, a főnök is kidobtak, mert hosszú hajunk volt, és ez nem volt egy egyszerű dolog. Mi kopogtunk, és ha nem engedtek be, akkor dörömböltük, vagy esetleg berúgtuk az ajtót. Úgy éreztem mindig, hogy én egy nagyon egyszerű pesti zenésrác vagyok, akinek az a sorsa, hogy édesapjának a halálos ágyán mondott gondolatot egyszerűen élje. Édesapám 5 éven keresztül küzdött a rákkal. És ezt a harcot elvesztette. És 16 éves voltam, amikor a halálos ágyánál voltam a kórházban, és azt mondta nekem, hogy fiam, a legszörnyűbb dolog abban, hogy most el kell mennem, hogy nem fogok megismerkedni az unokáimmal, és egy dolgot kérek tőled, az én unokáim azok ne olvassanak cenzúrázott újságot, azok ne éljenek a vasfüggöny mögött, ahol valakit agyölülnek csak azért, mert a saját határához közeledik, és vagy ne lehessen valakit megkínozni, vagy meg kihallgatni, vagy ilyesmi. Ne, csengő fráz. Fiam, a vasfüggöny a számodra nem egy határ, menj és éld az álmaidat, és ne álmod az életedet. És én csak hallgattam apámra. Közelmúltban itt a stúdióban tartottatok egy koncertet. Te játszottál billentyűs hangszereken, Leslie pedig ezen az Udu nevű cserépdobon, és minden második mondatában megemlítette a te nevedet. Miért volt ez? Hát ha belegondolok, 38 éve lesz most már, hogy együtt dolgozunk, majdnem minden nap. Budapesten ismerkedtünk meg 75 március, április, már nem tudom, nem. Együtt jöttünk ki, és azóta is együtt csináljuk a dolgokat. Mi az oka ennek a szoros kapcsolatnak? Szerintem nagyon jól kiegészítjük egymást. Amit én, nekem nehezebb lenne csinálni, azt ő nagyon jól tudja, és vicca ez a... Tutzing. Kedves kis bajor város a Starnberger tópartján, nem messze Münchentől. Ki hinné, hogy éppen itt adják egymásnak a kilincset a világhírességek. Többeknek a háza is itt áll a tóparton, Mándokié is. És az mentes minden csillogástól, rockstáros allürtől. Én egy teljesen urbánus srác vagyok, pesti srác vagyok, és London, és New York, és Los Angeles, azok a városok, amik az életemet máig is determinálják, és persze München. És én nem nagyon akartam ide kiköltözni a túlpartjára, mert mindig az volt a gondom, hogy hú, hát ahogy gyerekek 16 évesek lesznek, akkor vissza akarnak költözni a városba, ami egy természetes dolog. Egy fiatal embernek kell az urbános dolog. És rengetegen óvtak attól, hogy ide a tóhoz kijöjjünk a város elé. Mert ugye a rock az egy urbános városias dolog, és akkor messze vagyunk a repülőtérről egy órára autóval, és nehéz. De tulajdonképpen az egész világ
ide szokott, a Phil Canisso lányörökség mindenki ide jött, és a Disney elnökök összeken most már gyakran szívesen jönnek. Itt vannak nekik, ez a államszerű Bajorország, mindenki szívesen látogat ide. Csak nem egy órára jönnek, hanem ugye egy napot maradnak, hogyha valami megbeszélés van. Ennyi a különbség. És én megint nagyon beleszerettem ebbe az életbe. Hát így is statisztikailag másfélszer repülök egy héten, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy itt szépen nyugodtan folydogál az élet metrében, de az, van azért történés, és hát rengeteg a látogatónk, itt a sok művész, politikus, médiából a barátok. Ez egy ismert művész community, most már ez egy komoly rock centrum, itt a Stanley. Nem sokára ilyen zarándok hely lesz. Jó, hát mondjuk a Jennifer Rush-tól, a Noah Angels-ig, a Lionel Richie-től, a Phil Collins-ig, ugye az összes Soulmates dolgot, hát mondjuk 72 platinalmot vettünk itt föl, tehát az elég sok minden történik itt, és hát persze itt ennek a helynek megvan az az előnye, hogy itt hozzá vannak szokva az egy Jennifer Ashton, hogy a közért belemegy, és megveszi a péknél a dolgokat. Így élünk mi. Úgy tűnik, minden megvan. Mi nincs? Ha, minden. Azt hittem, rá fogod vágni egy szabad idő. Nem, én nem azért csinálom ezt, mert muszáj, hanem azért, mert szeretem. Most már anyagilag azon a szinten, vagy hogy már hát nem muszáj? Én soha nem érdekel, én egy pakolíros üzletem, mert engem illetve egyáltalán nem vagyok az. És a jó üzletemben kiverik be a pénzt szívesen és sikeresen, de hál' Istennek a közönségnek mindig olyan sikeres voltam, mint zenész, hogy soha nem kellett gondolkoznom azon, hogy van-e pénzem, vagy mit az. Én soha nem csináltam még semmit, amiért, hogy most pénzt kell keresni. Szóval. Az nem lehet egy művésznek a indítató oka. Valami jót kell csinálni, és az embernek megvan az a szerencséje, hogy a média közvetíti a közönség felé, és megvan az a privilégium, hogy az igazi zsűri az életbe, a közönség ezt elfogadja, és a közönség szeretete az lehetővé tesz egy olyan életet, ahol az ember alkothat, ez egy gyönyörű privilégium. Most ez egy csodálatos dolog, hogyha ez megadatik valakinek. A sok érkező hírességből tehát összeállt a Soulmates nevű szupergrup, amely természetesen nem koncertezik mindig. A magyar páros azonban folyamatosan tevékenykedik. Miben jó? Egy vízión. Neki víziói vannak, ami egyszerűen fantasztikusan tud meglátni dolgokat már évekre korábban, hogy merre megy az egész fejlődés, a zeneipar, vagy éppen egyáltalán a művészi fejlődés, és ez egy nagyon pozitív dolog, amit például én nem érzem magam úgy, hogy ezt ilyen, hogy ebben az irányban ilyen jó lennék például, mint ő. Azért nekünk van egy-két más irányunk is, ahol nyomulunk, hát az a pont az autóipar, ugye, ahol most már 5 éve a Volkswagen koncernek vagyunk a zenés szállítói, és ez egy nagyon, hát ez is lukratív dolog persze, és ez egész évben folyik, ahol rengeteg zenére van szükség, és ezt mi termeljük ki. Melyik a nagyobb meló? Készülni egy színpadi fellépésre, vagy összeállítani egy ilyen autóbemutató zenét? Ez két teljesen más dolog. Szóval az ember az autóipar dolgokat stúdióban csinálja, mindenféle közönség nélkül. Egész a kommunikációra alapszik, ugye, hogy az autó cégnek a kommunikációs részlege hogyan kommunikál velünk, és ezt mi hogy tudjuk az ő ötleteiket
zenére lefordítani, és egy koncert persze azért teljesen más dolog, egy élő dolog az egyszer megtörténik, és annak akkor úgy kell, olyan jól kell sikerülnie, és mert az a leütött hangot nem lehet megismételni, ott nincs mese, ott minden hangnak stimmelnie kell. Meddig marad fenn a Soulmates? Míg le nem fordulunk szerintem a székről, mert annak nem kell vége lennie. Mert nem egy divat zene, tehát nem kell most nekem most dubstepet csinálni, mert éppen az a divat, hanem tudjuk a szolid, kézimunkás, jazzrockos stílust tovább vinni. One, two, three. Színésznő, informatikus, te meg hát, hogyha most éppen gondol, érettségi szemben. És utazó leszel. Remélem. Hova is? Most éppen Argentíniában fogok menni. Azért kevesen vagyunk, akiknek a kertjébe szalonnát sütnek világsztárok, tehát ilyen Peter Maffay, meg Bobby Kimball, meg Steve Lukey. Hát, igen. Ezt mi hozzászoktatok ezt, hogy igen, jönnek, abszolút. Mennek a világsztárok? Vagyis, hogy hát úgy hozzátartozik igen, a dolog. Hát így nőttünk fel, és így is mertünk meg az embereket. És persze, hogy ez más, és nem mindegyik kertben így történik minden, de hát ez így hozzátartozott már mindig. Te akartál rockstar lenni? Hát azt a hülyeségből mondtam, attól tekintve a popstarról volt szó. Popstar. Jó, bocsánat. Az jobb? Nem. Én érettségiztem. Mégis csak. Posztár nem feltétlenül. Nem. Jó. És hogyha így nőttünk fel, mint mondjuk fölnőttünk, akkor azt tudjuk, hogy miről van szó. És hogy mi az, hogy popstár, és hogy mi az, hogy rockstár, és hogy mi az, hogy zenész. De az a te hangodban, vagy mind a hármatok hangjában van valamiféle kiábrándultság ebből az életformából, nem? Hát végül is nem, mert mégiscsak színésznő lettem, tanulhattam volna mondjuk valami mást. De egész pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Nem várnád el a papától, hogy segítsen a karrierben? Hát segítene, hogyha kérdezném, hogy segítsen. De nem. Eddig nem is akartam nagyon. Úgy segített, ahogy jó volt, hogy mutatta, hogy mit, hogy lehet csinálni, meg ilyesmiket, de hogy a karrierben még eddig arra szintre nem jutottunk, hogy ott még kellett volna nagy segítség. Megbeszéltem apátokkal, hogy az év felét külföldön tölti, vagy távol az otthontól. Végül is azáltal, hogy itt van a stúdió, és mi nem lakunk, szóval végül is mellette lakunk, és állandóan úgy volt, hogy ő mindig ott volt. Akkor is, hogy nem volt ott, tudtad, hogy fel tudod hívni, és azonnal ott van. Na jó, de hát amikor Shanghai-ban van, vagy Los Angeles-ben. Akkor is megvolt az. Két hétig Shanghai-ban van, és aztán megint ott van. Vagy elviszem. Hogy velem megyünk Shanghai-ba. Együtt megyünk. Ja, hogy elutaztok vele. Igen. És az az érzés, az a biztalom, hogy mindegy, hogy hol vagy hol van, vagy mit csinál, mindig, mint édesapa megvan, és föl tudod hívni, és kiáll melletted, és ez mindig megvolt. Bár Mándoki ma már nem szívesen beszél a Genghis Khanról, azért néhány gondolatot mégis fűz a két édes popsztársághoz. Én sok popsztárt csináltam, mint zenei rendező, és láttam ugyanazokat a dolgokat, amik velem történtek, amikor én voltam a popsztárja más zenei rendezőnek. Nem azért lettem zenész, hogy 22 évesen a melltartókat meg a bugyikat dobálják föl a színpadra, és a saját hangomat alig halljam a sikerzást. De nem erről szól az én életem. Én az életem arról szól, hogy egy olyan elhivatottság, egy olyan szakmában, ami az a gyönyörűség, hogy a zenével meg lehet
mozdítani a társadalomban valamit, és a közönség eljön egy koncertre, megvesz egy CD-t, vagy downloadol, és a nyitott lélekkel közelít hozzánk, és ahhoz, amit csinálunk. Én úgy tanultam ezt a tanáraimtól, hogy a tartalomnak és a formának egy bizonyos egységben kell állnia, és amikor az ember popsztár, akkor az egész földből és csak formáról van szó. És én nem arról álmodoztam, hogy popsztár vagyok, és minden, ami az a kényelmesség, ami vele jár, hogy rengeteg ember ugrál körülötted, hogy nézzék, hogy a kólának pontosan az a hőmérséklete, mint ahogy te azt szereted, vagy amiben a menedzsered leírta, hogy azt te úgy szeresd, tök mindegy. Egy más dolog. Ez két dologra van szó, hogy éld az álmaidat, és ne álmodoz az életedről, és a másik pedig az, hogy milyen felelősséggel vagy a saját szakmád, a muzsikával, a zenével, a művészettel szemben. És a zene akkor érdekes, hogyha társadalmilag értékes, a társadalmi releváns, hogyha meg tud mozdítani embereket. És mekkora gyönyörű dolog az, hogyha az emberek nyitott lélekkel állnak a művészetedre szemben, és meg tudsz mozdítani. És meg tudsz valamit próbálni egy szebb, egy jobb világot teremteni, legalább egy picikét, egy egész, és egy kicsikét tudunk a zenénkkel hozzájárulni ahhoz, hogy a világ egy szebb, jobb, erkölcsösebb, őszintébb legyen, akkor ezért voltunk itt a Földön az a kis rövid időre. A 18-os kromban fölengedtek az Orszánczky, meg a Pataki Laci, meg a Rádói Misi a színpadukra, és zenélhettünk előttük, tanulhattunk tőlük, és még mindig ugyanazt csinálom. És akkor én elmondtam, hogy én leginkább szeretném ezt az Ian Andersonnal, meg az Eldie Maolával, meg a Jack Bruce-szal, meg a David Clint Thomas-szal, meg a Brecker Brothers-szal, meg szóval úgy elképzeltem magamnak, hogy azzal szórakoztam, hogy mi lenne a legjobb szupergrup, hogy lehetne a legjobb felállást összehozni. Én az életemet mindig irányítottam. Én az életemben volt egy nagy törés, az az édesapám halála. Ezek a tragikus, nem befolyásolható momentum az életnek. És attól fogva én a kezembe vettem, mit csinálok. Az, hogy az évek múlnak, az nem azt jelenti, hogy az ember öregebb lesz. Hanem az évek múlnak, az azt jelenti, hogy az autónak van egy kicsit több kilométer, hanem a bordó jó lesz, az a bor az érik. És már nem minden hülye bohóságot vállal fel az ember, és nem megy minden hülyeségbe bele. Már egy kicsit már átgondoltan, már egy kicsit józanabbul, egy kicsit bölcsebben, szóval egy kicsit megfontoltabban megy a 100 óra egy héten. Szóval az nem azt jelenti, hogy az energia kevesebb, hanem az energia az jobban van fókuszálva. 72 platina lemez nagyon nagy szó a rock szakmában. A tengeren túli zenészek a legsikeresebbek között emlegetik Leslie Mandokit, akinek a magyar művészekről nagyon jó a véleménye. Hogy akkor miért nem lehetett őket világsikerhez segíteni, annak szerinte több oka is van. Nagy magyar generáció, aki nálam idősebb, mint a Charlie-ek, őket elvágták a kommunista, a diktatúrának kulturális vezetősége nem engedte őket. De Erdős Péter büszke volt arra, hogy kicsinálta a Szörényéket, meg a Demjén Rózsit és a Sziuszt, ez a felvágott azzal, büszke volt arra, hogy őket kicsinálta. Nekünk felvágott, hát a Szűcs Laza meg én nagyon kemény beszélgetésünk volt vele ezzel kapcsolatosan. És mikor ezzel ilyen virtus büszkélkedett, hogy azt kicsináltam, a Szörényit azt kicsináltam. Még be is tiltottuk őket, még Budapesten se játszottak, amikor csak egy mukkot mertek szólni a BBC-be. Szóval, és a legbüszkébb arra volt, hogy a Rózsit tönkretette. Az Rózsinak a nyugat-európai, amerikai karrierjét. Az kifejezetten büszke volt. És
tulajdonképpen az Ákos generációja én szempontból az egy, csak egy pehjem volt, hogy amikor én hozzá kerültem ehhez a dologhoz, és én ezt tovább tudtam volna vinni, akkor éppen akkor kezdett el összedőlni a zenevilág, és a BMG akkor a második legnagyobb lemezcége volt a világ, így megszűnt egyszer, nincs. A Virgin egyszer megszűnt, mint lemezték adott. Ott az egész világon dolgozott 10 000 ember, ez megszűnt, bezárták, kész. Ebben a szituációban nem érdekelt akkor éppen senkit, hogy Magyarország, hogy a Leslie nagyon aranyos vagy, de most nekem az a dolgom, hogy el kell bocsátanom éppen 800 embert. Hát igen, közeleg az idő, amikor nem jelenik meg több CD. Közeleg, ha ugyan el nem jött már. A 73. platina lemez fölött elszáguldott az élet. De a zenész attól még zenész marad. Nagyon szeretem azt, amit csinálok, és jó az idő. And this time of the year, with Christmas in the air, I do what I can do, I say thank you. This time of the year, there's joy for everyone. I do what I can do and say thank you.